Sziasztok, Rapó vagyok, és itt van Csatorna Patkány is velem. Sziasztok! És ez egy hát érdekes kérdezfelelek videó lesz. Ugye volt a sok kérdés, meg minden, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor csinálunk egy ilyen kérdezfelelek videót, ahol a kérdéseiteket megválaszoljuk, remélhetőleg sikeresen. Vagy nem? Hát igen. Majd te kiegészítitek, hogyha nem sikeres. Igen, közben itt írkáltok Skype-on, meg minden, úgyhogy mondtam, hogy hogy lesz, azt tudjátok, úgyhogy hívjuk is akkor az első embert, akivel aki írt itt, hozzáadjuk a konferenciához, és meglátjuk, mi lesz. Na nézzük. Hoppá! Mi az? Egyből le is raktam. Elkezdte hívni. Mármint te raktad le? Ne, őt, igen. Később hívta. Érted? Ja, értem, bocs. A lényeget. Hello. 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 Na, te is itt írtál, hogy akarsz kérdezni tőlünk. Hát, ja. Aztán azért most itt hívtunk, hogy lehetőséged van esetleg kérdezni. Pontosan. Na, mondjad. Hát, jó pár dolgot nem tudok. Nyugodtan. Van idő. Persze. Jó van, most gondolkozok először, hogy mit kérdezzen. Oké. Okay. Nyugodtan ráérünk. Ez az nem sétünk sehova. Ja. Na közben itt a többiek írkálnak. Ezt nézem. Van, aki úgy kérdezett, ami gondolkozó, akkor elmondom, hogy aki úgy kérdezett itt, hogy csak leírtam, majd azokat is valamikor beolvasom. Persze. Ez körülbelül mikor lesz fel YouTube-on? Jó kérdés, nem tudom. Valamikor egyszer csak majd. Jó. Hát ahogy kész lesz, nem tudom. Jaj, közben nem tudom. Oh. Mi ez? Egyik ismerősömné Facebookon, kint van Hitler képe, alatta ő az egyetlen, aki 2 hét alatt rendet tenne Magyarországon. Jó, oké, köszönjük. Szívesen. Na, kérdésed? Megvan? Hát az, hogy azt nem értem, hogy azokat az öntőformákat, azokat hogy lehet csinálni? Ja, Hexit? Aha. Norbi. Mondom, hát először ugye vannak azok a ilyen asztalok, amiket lehet csinálni. Igen. Azokból kell ugye először olyan formákat csinálni, amit kőből tudsz elkészíteni az asztalok igen segítségével. Utána azokat a kőformákat beleteszed a kiöntőbe, ugye aminek az a asztalszerűség kiöntőbe. Igen. És aranyból kell az öntőformát ráönteni, és akkor meg lesz körülötte az a forma, és utána azt az aranylapot berakod, és abba tudod beleöntögetni folyamatosan. Ja, értem. Igen, ezzel mi is el voltunk, mert nem tudtuk, hogy csak aranyjal lehet, és akkor nem működött nekünk igen egy ideig a dolog. Tehát, na, sikerült. Persze. Közben volt egy kérdés, ez most nem tudom, hogy mire lett volna. Micsoda? Most olvasom. Ja, jó. Itt a izével élőadásokkal kapcsolatban, hogy ezek az élőadások ugye pénteken vannak, vagy amikor elérsz egy feliratkozási számot, még akkor. Hát ezek az élőadások péntekenként vannak, amikor ráérek általában, főleg nyáron most minden pénteken, ugye? Azért volt egyszer volt izéné, ugye? Nagy feliratkozónál, 1000-nél. Aha. Akkor volt ez a nagyon nagy live. Igen. Na, na még ne valami kérdésed van amúgy? Így valamivel kapcsolatban? Hát most nem jut nem ilyen szembe játék, hanem esetleg velünk kapcsolatban, vagy valami.
Most nem jut nagyon sok minden eszembe. Jó van, esetleg majd akkor írd le, hogyha még van, megyünk akkor tovább, oké? Oké, oké. Hello. Hello. Szia, szia. Na. Oké, hát akkor jöhet a következő, aki még... Várjál, lövök egy videót. Komolyan? Ezt majd néznek, hogyha van időd. Jó, hát most nem fogom elindítani, mert szaladszódna a videó. Természetesen nem, most csak amíg eszembe van, mert most találtam. A címet írd már le. Előttem a linket. Hát tudom, de nem akarom rákattintani, mert akkor indul. Legyek gyorsabb, várjál, leszek gyorsabb, mint a YouTube. Lego Darth Vader, Power of the Blast. Oké, okay. Gyorsabb voltam, lenyomtam a hangját. Aj, ne! De várjál, nem az a poén. Meg van csinálva úgy, hogy azt üti a Lego, amit rendesen üt a Komolyan? Dobos. Komolyan, majd nézd meg. Ezt majd hanggal nézd meg, szóval nem most. Hát, jó, persze. Nem akartam. Hát az se semmi. Hát, ja. Na jó, most igen, a nézők itt gondolhatják, hogy mit nézünk mi. Igen. Na, úgyhogy hívom akkor a következő embert, aki akar tőlünk kérdezni. Jöhet? Oké, okay. Jöhet nyugodtan. Kérdezzük meg majd tőlük, hogy hány évesek, csak így. Hát, ha gondolod, kérdezz akkor. Persze. Ja. Egészség. Egészségedre. Öcsi. Ja. Hello. 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 Na, te is írtál nekünk, hogy akarsz tőlünk kérdezni pár dolgot, aztán most járunk nálad pont. Mert több embert is felvesztetek. Hm? Több embert is még előttem így kérdeztetek. Eddig egy ember volt előtted. Megyek így fölfelé a listán, aki leghamarabb írta annak. Azt hívtam fel, aztán így te vagy most a második. De igen, van több ember is, aki kérdezett. Úgyhogy, ha van kérdésed, akkor mondhatod. Hogy jött a robóúri? Ez jó. Érdekesen. Ugye még régen volt a GTA szerver, csatornapatként emlékszel rá. Igen, ez jó volt. Igen, és a GTA San Andreas szerverem, és akkor oda kellett egy név, hogy, na, és nem tudtam, hogy mi legyen. Így csak ráütöttem a billentyűzetet, és bejött az, hogy robó. És ezt javítottam ki erre. Tehát ennyi volt az egész. És csatornapatkányok? Hát ez úgy jött, hogy ugye mindig nekem volt először az a nevem, hogy Tanker, de ezt már mindenhol használták, és ki kellett találnom valamit, muszáj volt, és hallgattam a zenéket, és a Junkiesnek van egy ilyen száma, hogy csatornapatkány. Hát mondom, kipróbálom, és akkor ez azóta mindenhol tudok vele regisztrálni, mert ilyen néven senki nincs, ez megtetszett, és ezzel indítottam így a csatornát is, hogy csatornapatkány. Mert eleinte ugye tankerként Rapónak vagy csináltunk is pár videót, de aztán azt letettem az ötletet, szóval maradt ez. Ja, igen, az is volt régen. Igen. GTA-ban régen volt is tatok. Persze, igen. Hú, mennyi ideig. Hú, nagyon sok helyen. Szervert csináltam, volt egy külön üzés szerver, milyen volt a Stunt szerver, azt egyik haverom is segített benne, én csináltam a pályákat, ő meg a több ilyen programos dolgot segített tirkálni. Szóval nagyon jó volt. Yeah. Sok ideig meg volt. Yeah. És samposztatok, vagy MTS-tatok? Sampon. Sampon. Már mostan majd köz. Sampon mindkettő megvan. Úgyhogy igen, Samp volt, azon szórakoztunk, de hát már most annyira nem volt érdekes, meg ugye ott volt a GTA 4, meg minden, aztán... Ami nekem azóta sincs meg. Jó van az. Akkor még... Egyszer játszottam bele, de túl sok volt benne a bug is. Ja. És Rapa, te hogy kezdted a videózást? Fú, régen. Hát nem tudom, hogy kezdtem. Elkezdtem egyszer csak, akkor még nem volt ilyen mikrofonos videó, ha visszanézed a legelső videómat. De az még a régi csatornádon nem, volt. Nem. De az azzal kezdtél lényegében? Ja, hú, hát
Igen, de azzal már törölve vannak az ilyenek. Jó, ott Igen. volt azt hiszem, de ott még csak ilyen zenés Igen. játékok voltak, össze volt vágva egy videó zenére, utána ezen a csatornán, és hát azon ugye jogsértő volt meg minden, aztán nem nagyon volt semmi, meg letiltott a több országba, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor nem csinálok ilyen jogsértő dolgokat, hanem elkezdtem így simán csak, hogy fölvettem, ahogy játszok, ugye minden beszéd, minden nélkül, és azokat töltöttem, de hát nem nagyon volt rá néző, és akkor utána kezdtem el Balázsra, meg magamban még mindig nem mertem így beszélni, meg nem is tudtam így beszélni. És akkor az első Minecraftos videó volt, amit Balázsral csináltunk, ugye az a Minecraft Survival, amit szerveren csináltunk együtt. És te azzal... Igen? Ő hogy kezdte? Hát én úgy kezdtem, hogy volt egy videó, ami a csatornámon az első videó, a Szivacs Rally. Megcsináltam, hogy majd Rapó felrakja az ő csatornájára, mert ugye nekem nem volt. Hát én még csak idén kezdtem januárba. Na majd ő felrakja. Na de ez már egy hónapok óta húzódott, hogy felrakja. Elmondom, beszéltem Balázsral, azt mondta, hogy szerinte csinálják egy csatornát, nem olyan nehéz, rakjam fel, azt majd meglátjuk, mi lesz. Fölraktam, megcsináltam, azon még szinte semmi nincs, már úgy a videón semmi extra, csak hogy egymás mögé vannak rakva pár dolgok. És akkor megnéztem, hát így egy nap alatt összejött 80 megtekintés, elmondom, ez nem is olyan rossz, és így elkezdtem folytatni a dolgot, most már hát egész jól alakulgat. Na, még ugye nagyon az elején vagyok, de bizakodom, bizakodom. Azért. Persze. Hát én is, amikor elkezdtem az első videómat, megnézték. Most már azt a 45-en. Aha, hát nekem is. Nekem még az első videómon mindig ilyen 20 megtekintés van, vagy mennyi. Ugye hát ez nem érdekel sok mindenkit. Hát igen. De jó, hát valahogy el kellett kezdeni. Utána azóta már a többi videót már azért nézik bőven. Elég sok. Hm? Elég sok. Hát az a jó. Örülök neki. A minél több annál jó. Igen. Na, van még kérdésed? Van nincs. Ó, akkor most nekem lenne egy. Csak annyit szeretném meg tudni, hogy hány éves vagy? 13. 13. Rendben, köszönöm. Csak ennyire voltam kíváncsi. Ez miért érdekel téged? Statisztika. Ja, jó. Jó, hát akkor köszönjük a kérdéseket. Köszönjük a kérdéseket. Aztán majd fönt lesz ez a videó, majd amikor rok. Okay. Na, hello. Hello, szia. Na. Na, okay. Ez már egész jó. Haladunk azért. Igen. Itt közben nagyon jönnek a Skype-os dolgok, hogy mi van. Jaj, te vagy a következő, mindjárt felhívlak, jó? Hívjál már fel, Léci, annyira szeretném. A másik Skype-odom, én ilyen megcsörgetlek. Hát ez most nincsen aktív. Ó, kár. Na itt van, D. Peti a következő. Ja, ő nekem is fenn van, Herbi. Mi? Herbi. Mi? D. Peti. Ja, jó. Okay. Most végignézem. Az amúgy így két izé között, kérdező között kéne felolvasni azokat a kérdéseket, amiket csak úgy beküldtek. Igen, azt nézem, hogy hol lehet. Lesz-e valaha új társ, vagyis videós társ, aki, és itt nem folytatta tovább. De hát, úgy mint a Minecraft sorozatok, meg a BF3, stb. Szerepelés csoporttag, te csatorna patkány. Hát, az baj, hogy sokan akartok szerepelni egy videóba, tehát így mindenki igen. Rám ír, hogy szerepelhetem meg minden, de nem, tehát nem nagyon ismerek itt senkit, és nem tudom, hogy ki milyen. Úgy, mint például, hogy a csatorna patkányt, meg Balást is ismerem, tehát igen, tudom, igen. Tudom, hogy ők milyenek, meg mi van, és úgy tudok játszani meg minden. Meg most megint egy embert így megismerni, és vele is játszani, az másabb. Tehát értitek? Értem, nem értem. Tudom, hogy vagy vele. Mindent. Hát igen, én is így most. Videózni. És ugye úgy videózni, ahogy eddig videóztunk live-okba is, hogy nem beszélünk, csak ott úgy vagyunk, az úgy oké. Okay. Szóval úgy nem nagy gond, de hát
most így bevenni, ha csak egy alkalomra is, az is olyan kérdés, és mert nem biztos például, hogy el fogod viselni mondjuk, hogy milyen stílusban beszél, vagy ilyenek, érted? Igen, igen, mert azért van nekem egy stílusom, meg ahogy csatornán csinálom, meg ismerlek téged, hogy neked milyen, és akkor tudom, hogy ez lesz. Ja. Na meg tényleg ez a másik, hogy végén még én itt mondom a magam, itt az valaki megsértődik. Igen. Szóval ezt meg végképp ne, én sem meg se szeretnék. Hát nem, nem akarom. Úgyhogy itt, amiket küldtök most Skype, vagy küldtetek Skype-on kérdéseket, azokat így fogom beolvasni. Megnézek még. Akkor jöhet a következő, utána megint nézek ilyen kérdést, hogyha van. Persze, jöhet. Oké. Hozzáadás a konferenciához. Igen. Rácz Gergő, kedveli csatorna podcast. Hoppá, szemket van, felolvasom hangosan. Jó. Hello. 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 Na, itt vagyunk videóba. Így ez kérdez felek. Videó, írtál, hogy akarsz kérdezni. Igen. Úgyhogy most mondhatod. Talán először az, hogy melyik az a modembe, a második modemszerveiből, melyikben van az a paprika, meg a hagyma, meg a paradicsom? Ja, az a... Mindjárt megnézem. Na, most megfogtak. Ennyi volt, elbuktál. Jó, mert ilyen kérdésre így nem készültem föl, tudod. Minden kérdésbe tanultam, csak ezt nem. Értem. Tudod azt, hogy hogy hívnak, meg hogy hány éves vagy, meg hogy hol laksz, és kész, a többit nem. Ennyi. Amúgy Plant Megapack mod. De erről majd lesz, mondtam, hogy lesz mod bemutató, csak még mindig nem volt erőm elkészíteni. De meg lesz, készül. És fel fogom rakni YouTube-ra, amint kész lesz. Oké? Okay? Tudom, néztem a 8. lista. Igen, igen. Abban most beszéltem róla. Hú, én le vagyok maradva egy picit akkor. Hanyadik résznél maradtál le? Hát nem tudom. Úgy az első mi? Első évad első rész mi? Nem, akkor még néztél egy ideig. Nem, még azt, amit Balázs, nem, most is szoktak, csak annyira nem veszem észre, hogy most vannak videók, egy konkrétan, hogy még a többi videós is, akit itt nézek, így van 10 új videója, mi van itt? Igen, szóval... néztem, én is így lenni egy-két videósnak, akiket szeretek. Jó, ritka az, amit én szeretek, és úgy nézem is. Ugye, majd megnézem már. Ja, ezt még pont nem néztem, a most a 8. rész, amit fölrökte. Aha. A Hexitet láttam utána, de majd megnézem, nem hagyom ki. Na igen, még milyen kérdésed van? Akkor... Fú, brigitott a fejembe. Oha, tépőzár. Oh. Mutattad a csatorna paszkánynak azt a morningosat? Mit? Tudod ezt a... vizét? Most így hirtelen nem tudom, mire gondolsz. Ezt. Ja, nem. De most már látja ő is, szerintem. Igen, most a nézők nem tudják majd, hogy miről beszélünk. Vesző nélkül. Igen. Skype kis jelecske. Ilyeneket nem mondtak ezt nekem, hát. Na. Ezt fogom mindenkinek küldezgetni most már. Akkor, hogy ez most nem annyira videóba, de hogy egyszer megmutatnád ezt a lanozós dolgot, mert van olyan kliens, amin nekünk ment a lanozás, de például azon nem. Ja, hogy a szébe, amit akartam. Igen, a Hexit, igen. Lanozni. Hát jó, van, megmutathatom majd esetleg. De nem olyan nehéz, tehát tényleg csak el kell indítani valahol, és akkor megnézed az IP címed, meg a portot mögé írod, és akkor ennyi. Nem, hát azt nehéz. Próbáltuk, de nem annyira jött össze, szóval. Routered van? Azt hiszem nem. Nem. Akkor pedig működnie kéne. Mert ha nem routerem vagy, akkor ki kell engedni elvileg a portot. De ha routered van, akkor meg ki kell engedned a portot neked, és csak utána fog működni. Nem tudom. Lehet, hogy az a baj. Majd akkor. Majd ezt valahogy próbálom. Most fog letíteni a YouTube. Igen, egy fél pillanat addig kérdezzél már csatorna patkánytól, oké? Oké. Mindjárt itt vagyok, csak kerestek. Jó van. Szóval a terreset mondd még egyszer.